Önök a Dunaföldvár Televízió augusztus 2-i adását látják. Jó estét kívánok! Földvár mozaikunk ma esti témái a következők lesznek. Nyáron sem szünetelnek a fontosabb beruházások Dunaföldváron. Ugye ez az óvoda elázott, és helyre kell állítani akár a mennyezeti részeket, a fal részeket, vagy pedig a parkoló burkolatokat, ezzel mindenki egyetért. Ugye a kérdés az, hogy mikorra tud ez kiszáradni, ugye ma már, amikor nézik a riportot, addigra már a tetőelemek teljesen kész lesznek, tehát már csak tulajdonképpen azt várjuk, hogy a kiszáradás és a helyreállítási munkákat mikor lehet megkezdeni. Különféle korosztály számára szerveztek vízicsibe tábort a Dunaparton. Szombaton délelőtt volt még nagyon jó elméleti és gyakorlati oktatásunk, mivel ilyenkor a legtöbben tudják, hogy délután, amikor jövünk, egy Dunavecséről érkezünk, akkor tudják, hogy akkor van a vizsga, és akkor levizsgáztatjuk őket, este van a tábortűz, az avatás. Mindenkinek nagyon jól sikerült, nagyon gratulálunk ezúton is minden kedves vizsgázóinknak. Dunaföldvár történetének egy újabb darabját dolgozhatják fel pályázati pénzből. Egy Mansfeld Péter pályázatot írtak ki. Többféle pályázat jelent meg 56-60. Évfordulója kapcsán, de nem régen találkoztam én ezzel az emlékirattal, ami pontosan beleilleszkedik ebbe a pályázati témába, és magánszemélyek is pályázhatnak, önkormányzatok is pályázhatnak, és én most ezt a könyvet, mint magánszemély fogom kiadni. Természetesen nem az én szerzeményem, hanem dr. Tók Miklósnak az visszaemlékezése. Környékbeli gazdák részvételével zajlott a növényvédelmi szakmai nap. Hát gyakorlatilag agyatéli rendezvénysorozatot ezt is meghívóban hirdettük, illetve kiment e-mailen a földvári, bölcskei, paks környi gazdáknak is ez a rendezvény gyakorlatilag a meghívója. És hát nem csak innen a környékből, hanem vannak itt Bács-Kiskun megyéből, Fehér megyéből, Tolna megye déli részéről is, tehát sok felé eljöttek kíváncsiskorok. Már 7 esztendős korban is komoly munkát végeznek a Holler UFC U7-es korosztályának játékosai. A nyári edzésterv nem sokban változott az évközihez képest. Egy ilyen sportszakkör jellegű edzéseket tartunk. Igazából a társas játék és a labda szeretete a lényeg, és ezt próbáljuk, ezekbe próbálunk becsapni egy ilyen kis focis gyakorlatokat igazából, amivel a labda ügyességet sajátítják el a gyerekek. Horváth Zsoltot, Dunaföldvár polgármesterét városunk aktuális beruházásairól kérdeztük. Nyár közepén járunk, s habár a nyár a munkaszüneti napokról és a szabadságokról szól, azonban mi Horváth Zsoltot, Dunaföldvár polgármesterével most munkáról beszélünk, hiszen vannak olyan folyamatban lévő ügyek, amelyek nem állhatnak le nyáron sem. 3 fő témát érintünk. Az első mindegyik beruházás lesz, és várost érintő az egyik a Jókai utcai óvoda, ahol munkálatok folynak. Igen, a képviselőtestület elhatározta, hogy a Jókai utcai óvoda az ugye egy lapos tetős kivitelezéssel készült valamikor, és ugye elég sok probléma volt ezzel a szigetelésével, beázásával, karbantartásával, és elhatározta a képviselőtestület, hogy erre egy ugye enyhe lejtésű nyeregtetőt fog építeni. Meg is születtek a tervek, kivitelezőt és közbeszerzésen kiválasztottuk, és el is indultak a munkálatok. Természetesen, ugye ezekkel nem is volt semmi probléma, minden a terv szerint koszorú építés, majd fölrakni rá az úgynevezett könnyű szerkezetet, majd az beburkolni a különböző tetőfedő dolgokkal. Ez így volt megtervezve, de ahogy mondani szoktuk, ember tervez, Isten végez. Közben ugye azt mondom, hogy avária helyzet alakult ki, ugye ez nem más, mint az időjárás. Az elmúlt időszakban körülbelül olyan 140 és 170 mm eső között kaptunk pont abban a pillanatban, amikor ez a tetőszigetelés, illetve a koszorú elkészült, és a kivitelező ezt a könnyű szerkezetet rakta föl, és eközben kaptuk mi ezt a
nagy mennyiségű esőt. Hiába volt lefóliázva és eső ellen védve ez a dolog, természetesen tökéletes védelem ilyenkor nincs, a víz az megtalálja mindenhol az útját, és úgy néz ki, hogy elég szépen elázott a szoboda teljes terjedelmében. Ezt a kivitelező nem is vitatja, a helyreállítási dolgokat nem vitatja, hanem sajnos olyan kósza hírekkel találkoztam, hogy már valaki azt híresztelte, hogy polgármester úr, hát akkor most ez az óvoda, ez össze is fog dőlni. És azért gondoltam, hogy kell tájékoztatni ezekről a dolgokról itt nyári szünetben is a dunaföldvárjak, hogy nem kell rémhírt terjeszteni. Természetesen azon kívül, hogy ez az óvoda elázott, és helyre kell állítani akár a mennyezeti részeket, a fal részeket, vagy pedig a parkó padló burkolatokat, ezzel mindenki egyetért. Ugye a kérdés az, hogy mikorra tud ez kiszáradni, ugye ma már, amikor nézik a riportot, addigra már a tetőelemek teljesen kész lesznek, tehát már csak tulajdonképpen azt várjuk, hogy a kiszáradás és a helyreállítási munkákat mikor lehet megkezdeni. A kivitelezővel egyeztettünk, mindent meg fog annak érdekébe tenni, úgynevezett ipari szállítókat is fog alkalmazni, hogy a nedvességet kirántsa az elázott részekből, és a helyreállításokat mindenféleképpen mindenek előtt el tudja indítani. Azokat a bútor részeket, vagy sérült elemeket, azokat természetesen ki lesznek cserélve. A kérdés az, hogy ugye mikor tudnak a gyermekeink itt kezdeni a Jókai utcai óvodába. A terveink szerint, ha minden jól megy, és a száradást ugye ma augusztus 1-e van, szeptember 1-ével szeretnénk nyitni, elméletileg, ha nagyon jó az idő, és minden össze tud klaffolni, akkor szeptember 1-ével szeretnék indítani a munkát. Amennyiben nem, akkor pedig egy vészforgatókönyvet fogunk kialakítani, amelyben, hogyha egy hetes csúszást kell indukálnunk ebben a dologban, akkor azt hogyan tudjuk megoldani úgy, hogy csoportokat átcsoportosítanánk a másik óvodáinkban. De szeretném a szülőket, nagymamákat, mindenkit megnyugtatni, hogy a gyermekeknek az elhelyezéséről szeptember 1-ével arról gondoskodni fog a fenntartó önkormányzat, azaz Dunaföldvár, és mindenkinek lesz helye és lehetősége arra, hogy a munkáját folytassa, a gyereket pedig biztonságos körülmények között elhelyezze. Úgyhogy ez a helyzet, amúgy mindenben van valami, minden rosszban van valami jó. Itt az a jó, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy egy teljes felújított új óvodába fognak a gyermekeink visszatérni. Új meszelt falak, burkolatok, új tető, rendbe rakott, újra rendbe rakott udvar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a kellemetlenségeket el kell tudnunk azért viselni, és nem kell azt mondani, hogy már pedig lenne ez össze fog dőlni. Tehát jelentem, nem fog összedőlni, és minden rendben lesz. A jelentkező többletköltséget azt ilyen kinek kell fizetnie? Természetesen, mivel úgy kezdtem, hogy a kivitelező elismerte a felelősségét ebben az egész dologban, úgyhogy ennek a többletköltségét, a helyreállítást a kivitelező a felelősség, kivitelezői felelősség biztosítására állni fogja. És még mindig a Jókai utca, csak most a sportcsarnok? Hát igen, a sportcsarnoknál ugye történt egy bejelentés, megsüllyedt a padló, kiment az Andor, felszedték, megnéztük, hogy mi van alatta, eljöttek az egri pincészek, megtörtént a feltárás kutatóaknak, és hogy nem, itt találtunk egy pincét, ugye ez már nem is, tehát ez már fel sem tűnik Dunaföldváron, mert ugye lassan azt tehetnénk, hogy olyanok vagyunk, mint egy jó sajt, tehát pince és lukak hátán, itt is ugyanez történt. A feltárás folyamán ugye azt gondoltuk, hogy ez egy valamilyen pince maradvány ebbe az egész dologba, és a feltárások folyamán kiderült, hogy hát nem is olyan kicsi pince ez az egész dolog. Az a megsatszolás, hogy ezt mondjuk egy 20 köbméter habbetonból meg lehet stabilizálni, és rendbe lehet hozni, az a feltárások folyamán ugye dugába dőlt, hát egy kicsivel több anyag kell, nagyobb a maga az alatta lévő pince, hosszabb is, úgyhogy a leszakaszolását kell megoldani, és utána pedig lenne két napi habbeton betöltéssel stabilizálni fogja a kivitelező magának ezt az egésznek a luknak, vagy pincének, vagy vakpincének a betöltését, és amint ez készen van, a száradási idő után helyre fogjuk állítani a padozatot. A padozat ez körülbelül olyan
olyan attól függ, ugye, hogy kivágások, pótlások hogyan vannak, azt mondták, ilyen 50-60 négyzetméter körüli területet kell a helyreállításnál kiszámolni, amit helyre kell állítani. Természetesen ennek a pénzügyi fedezetére benyújtottuk a Viszmajor pályázatunkat. A holnapi rendkívüli testületülésen erről is határozni fog a testület. És itt is azt tudom mondani, hogy szeptember 1-ével a gyerekek azok fognak tudni kezdeni tornázni a sportcsarnokba, és igénybe tudják venni a szolgáltatást. A másik kérdés, ami erre vonatkozott, ugye, hogy pályázatra ment be a vizesboknak a felújítása, sajnos arról még nem érkezett meg a pályázat elbírálása, amint így lesz, azonnal fogjuk értesíteni a lakókat, illetve a gyerekek erről fognak tudni. És akkor még mindig a gyerekek, kisebb-nagyobb korosztály érintett, óvoda, sportcsarnok után nagyobb korosztály, és végül pedig a rendőrség, a volt rendőrség épületét megkapja az iskola. Igen. Hát ez egy nagy öröm számunkra. Ugye régi álma teljesült Dunaföldvárnak. 96 millió forint bruttó felújításból volt rendőrség épületet átalakítottuk. Mondhatjuk már múlt időben, hogy átalakítottuk iskolai épületté. A templom 32-be lévő gyerekek szeptember 1-ével az új felújított épületben kezdhetik meg a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy augusztus 15-e környékén megkezdődik a műszaki átadás átvételnek a rendje, használatbai vételi engedély, és úgy tervezzük, hogy augusztus 29-én hétfőn délután 15 órakor egy ünnepélyes keretek között akkor birtokba vehetnék a gyerekek ezt az új iskolaépületet. Én azt gondolom, hogy ez nagy előrelépés a város életében. Ugye nem annyira a szétszórtság, hanem inkább az egy helyen lévő, egy telephelyen történő működésben látjuk mi azt a racionalitást, amelyet megvalósítunk ebbe. Ez mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, mind a pedagógusoknak. Én azt gondolom, hogy egy olyan kultúrát, körülményeket fog biztosítani, amely megadatik ahhoz, hogy Dunaföldváron egy korszerű oktatási intézményrendszer alakulhasson ki, és itt az új iskolával, a volt régi iskolával, meg most ezzel az új szárnyal kialakuló tömb, ez ugye az első osztálytól a 8. osztályig egy helyen fogja tudni képezni a gyerekeket, és minden itt lesz egy helyen ebben az egész dologban, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy átvágjuk majd 29-én ezt a képzeletbeli vagy meglévő szallagot és birtokba vegyük. Még egy gyors mondat erejéig, a templom 32-nek a sorsa mi lesz? A templom 32-re most készül egy tanulmány. Itt szeretnénk ilyen kis civil házat, illetve kulcsos házat, ilyen zarándokházat, vagy bakancsosoknak szállást kialakítani, ilyen 1000-1500 forint per éjszakás dologgal. Én úgy gondolom, hogy ez hiányzik ma Dunaföldváról. Ugye azért ez levenné a terhelést a Templom utcáról, ez nem zavarná a lakókat, ott lakókat, meg minden, de azért a kínálatban valaminek azért lenni kell. Ebben az esztendőben sem maradt el a Dunaföldvári vízi csibetábor. Schmider Balázsra beszélgetek, a vízi csibetábor vezetőjével. Személyesen mikor kerültél kapcsolatba a táborral? Hát körülbelül 25 éve. Kezdtem el a vizitúrázást, és azóta folyamatosan tag vagyok, és evezgetek. Csak nemhogy régen te is csibe voltál. Hát, nagyon régen. Én is itt a két és fél éves koromban kezdtem nagyjából. Most azonban táborvezetőként kellett szerepet vállalni. Visszaemlékezve, amikor még csibeként nézted a táborvezetőket, már akkor elhatároztad, hogy táborvezető lesz egyszer? Sose gondoltam erre. A döntés mégis miért született? Hát, igazándiból rájöttem, hogy talán meg kéne próbálni, mert nehogy a végén abban maradjon ez a szép hagyomány, úgyhogy ezért vállaltam be ezt a szerepet. És a várakozásokhoz képest milyen kihívásokat, milyen munkát jelent ez a táborvezetőség? Hát sokkal nagyobb munkát jelent, mint amire gondoltam, de hát idővel majd beleszokok. Haladjunk kronológiailag időrendben. Milyen munkát kell végezni a táborvezetőnek? Gondolom már akkor megkezdődik, mielőtt a tábor megkezdődne. Persze, hát alapvetően az összes program leszervezése, a étel leszervezése, nyilván az adminisztrációs dolgok, emberek figyelmeztetése, hogy most kezdődik a tábor, mivel ez egy családbarát tábor, így igazándiból a zöme vizitúrázó már x ideje, 20-30 éve ide járt, és ők hozzák a gyerekeiket, úgyhogy innentől baráti hangulat.
ez plusz szervezése nem jár. Táborvezetőként ez ilyenkor tábortag érzést jelent, vagy inkább munkaérzést jelent? Ez mindenképpen tagérzést jelent. Munkailag nem megterhelő? Nem. Mivel szeretem csinálni, így nem érzem plusz munkának. Nézzük konkrétan, milyen feladatok voltak itt, és hogyha már elkezdtük, akkor a tábor első napjával is kezdjünk, tehát lépjünk be a tábor területére. Milyen programok voltak, kik voltak a részevők? Hát elsősorban első nap jöttek a családok őket fogadni, akkor itt rögtön úgy kezdtük, hogy mindenkinek egy kis evezős oktatás, aki még eddig nem volt vizen, hogy tudják az alapvizikreszt, utána ilyen szabad foglalkozásban lehetett mindenkinek evezni, és vízicsúzdázni. Ilyenkor elméleti oktatás nem zajlik? Természetesen zajlik, mivel a vízikreszt a számunkra is fontos, mert amúgy nem lehet vízre menni, hogy vízikreszt valaki nem tudja, mert baleset veszélyes. Ha jól tudom, bizonyos papírok is kellenek ahhoz, hogy vízre szálljon az ember, legalábbis néhány embernek. Természetesen mi csinálunk vizsgákat is, és aki azon megfelelt, az ranglétrát léphet a hajósinástól a kormányos kapitányig. Egy ilyen tisztségnek a betöltése mennyire hivatalos pozíció, tehát ki kell lépni valamilyen adminisztratív egységhez? Mi mindenképpen írjuk, de ezt hivatalosan is elfogadják, hogyha valakinek bemutatod, hogy igen, te ezt a vizsgát megcsináltad, mi alapján csináltad, meg ezt el fogják fogadni. Tehát akkor a tábornak, a táborvezetőnek jogosultsága van vizsgáztatni? Elvileg igen. És gyakorlatilag is, hiszen így zajlott. Igen, én vizsgáztattam is, úgyhogy... Éles váltás. Az időjárás kedvezette ennek a tábornak, hiszen itt nagyon ki van téve az ember az ebbéli tevékenysége során a viszontagságoknak, ha voltak. Szerencsére minden megúsztunk. Kétszer lett volna eső, azt elkerültük, úgyhogy ilyen szempontból ragyogó időnk volt. Bentlakásos? Itt voltak végig a gyerekek? Hát volt, aki hazament, de zömébe, itt sátorban aludtunk. És éjszaka nem kell külön felügyelet? Éjszakai felügyeletet mindig biztosítottuk, általában 2-3 fővel, és mindig szülő is volt felügyelőként. De a gyerekek is nagyon élvezték. Táborvezetőként jobb éjszaka táborban, vagy tagként? Nappal is, meg éjszaka is nagyon jó, úgyhogy igazándiból én mind a kettőt élveztem. A táborvezetői poszt akkor most egyfajta ősbemutató volt, jövőre szintén válasz ilyen szerepet? Remélem lesz rá lehetőség, és mindenképp vállalnám. Vajai Zsuzsával beszélgetek, aki ennek a vízicsípe tábornak már nem először tagja. Mikor is kezdődött, Zsuzsi? Ez pontosan a Beszédes József Vízitúra Sportklub idén volt 30 éves, hogy Linka Jánosné Belvári Éva elindította ezt a csapatot. Úgy, mint vízicsibe tábor, úgy 13 éve létezik, és én azóta veszek részt a szervezésében, segítségében, és remélem minél nagyobb sikerrel. És úgy gondolom, a 13 évből egy sem volt olyan, ami Vajai Zsuzsa nélkül zajlott volna? Hát nem történt olyan táborunk még, ami nélkül én ne lettem volna, vagy kormányos segítség, vagy esetleg szervezésbe segítség, olyan, mint az idén is a Balázsnak én voltam a jobb keze. Hallottam, hogy szeretné, hogy jövőre is ő legyen a táborvezető, és szeretnék ugyanúgy én jövőre is segítséget nyújtani neki mindenben. Akkor, mint igazi rutinos vízicsibe táborozó, táborszervező, napról napra nézzük meg a programokat, hogy milyen elfoglaltságok jutottak a gyerekeknek. Csütörtöki nap reggel 8 órától volt az érkezésünk, ilyenkor szoktuk a gyerekeket, felnőtteket fogadni, sátorállítással, táborrendezéssel, egy kis elméleti, gyakorlati oktatás. Be szoktunk mutatkozni, hogy mi vagyunk a táborvezetők, hogy kihez lehet jönni segítségért, kinek lehet szólni, ha baj van. Elmondjuk a táborozás szabályait is, mert nagyon fontosak. Este volt egy nagyon jó bátorságpróbánk, az minden évben. Most az idén sikerült a Vörös Keresztesekkel együtt megtartani. Tanunk, és ők is nagyon szépen köszönöm az IFIK-nek a segítséget, hogy a kisebbeket segítettek egy kicsit riogatni. De nagyon ügyesek és nagyon segítőkészek voltak. Pénteken pedig volt a nagy túránk, az úgy történt, hogy reggel 10 órakor elindultunk, Solton megálltunk, ott egy kicsit fürdőztünk, odahoztak nekünk az ebédet, utána megindultunk, délután 5 órára leérkeztünk Bölcskére, felhoztak minket, és akkor este volt egy kis úgymond szabad programunk,
Én sajnos csak kevés vetélkedővel tudtam készülni, de nagyon élvezték a végét, egy jó kis felnőtt gyermek focival zártuk. Szombaton délelőtt volt még nagyon jó elméleti és gyakorlati oktatásunk, mivel ilyenkor a legtöbben tudják, hogy délután, amikor Dunavecséről érkezünk, akkor tudják, hogy akkor van a vizsga, és akkor levizsgáztatjuk őket, este van a tábortűz, az avatás, mindenkinek nagyon jól sikerült, nagyon gratulálunk ezúton is minden kedves vizsgázóinknak. Vasárnap pedig délelőtt még lehetett evezni, egy kis elmélet, aki szeretett volna még elméletet, gyakorlatot még gyakorolni a vizen, kajakkal, kenuval, és akkor kaptak egy nagyon finom ebédet, köszönjük szépen az aranyfácának az egész heti ellátmányt, és akkor vasárnap délután pedig a sátorbontás, és onnantól a hazamenetelünk volt. Egy ilyen tábor, egy ilyen program anyag igényes, felszerelés igényes. Hogyan alakultak a hajók, milyen állapotban vannak, és volt elegendő? Hál' Istennek elegendő hajóink vannak, evezőink, mentőmellények és minden felszerelés, ami a vízre használunk. Ezt Linkáné Belvári Évának köszönhetjük, hogy biztosítja nekünk minden évben a házat, a csónakházat és a felszereléseket, és nagyon sok segítséget kapunk még felnőttektől, meg támogatóink vannak, Barta Ferenc támogatónk, Csigi Lajos, Dávid István, köszönjük szépen a Mátának a segítséget, és ugye az idén a Dunaföldvári idősek otthonának az autóját kaptuk segítségül, nagyon szépen köszönjük nekik is a segítséget, és a legfontosabb segítőnk Lépné Kovács Erika volt, ő volt a konyhafőnökünk, és a legfontosabb hadtáposunk Vaja István. Nagyon szépen köszönjük nekik a segítséget az idén is. Vízitúrás szemmel, vízi szemmel milyen a Duna állapota? Nagyon sajnálom, hogy nincsen rendbe tartva a Dunapart, nagyon sokat dolgozunk. Az idén legalább egy hónapon keresztül csak azon dolgoztunk, hogy el tudjuk takarítani a gazat, szép legyen a part, de sajnos ugye a vízállás az nem volt megfelelő, mert végig iszapos volt, és nagyon rossz volt a part kikötési lehetőségünk. Pályázati pénzből új helytörténeti könyv készül Dunaföldvárról. Nagy Gábornéval beszélgetek egy olyan sajátos szerepben, amely bonyolultságánál fogva azt kívánja, hogy megkérem, mutassa be ezt a szerepet. Egy elég nagy fába vágtam a fejszémet, egy könyv, egy kis könyv kiadásába működök közre, ez pedig egy pályázat tette lehetővé. Egy Mansfeld Péter pályázatot írtak ki. Többféle pályázat jelent meg 56-60. Évfordulója kapcsán, de nem régen találkoztam én ezzel az emlékirattal, ami pontosan beleilleszkedik ebbe a pályázati témába, és magánszemélyek is pályázhatnak, önkormányzatok is pályázhatnak, és én most ezt a könyvet, mint magánszemély fogom kiadni, természetesen nem az én szerzeményem, hanem dr. Tók Miklósnak az visszaemlékezése, illetve lesz egy bevezető, amit Bognár Zoltán fog elkészíteni, a végén pedig egy kis kutatás. Azért fogott engem meg ez a történet, mert 56-ról nagyon keveset tudtam én magam is, szüleimtől egyáltalán az az időszak valahogy úgy elhallgatásra került, és ebből az írományból kiderült, hogy 5 fiatal katona akkor áldozatul esett, és én nagyon sajnálom, hogy erről nem tudtunk, és hogy ennek az 5 fiatalnak nincs is meg a neve. Most a kutatás arra vonatkozik esetleg, hogy talán-talán megtalálják a egyetlen egy Varga István nevezetű áldozat van itt eltemetve Dunaföldváron, és a 4 másik az nem ismert, és nagyon szeretném, hogyha bekerülne Dunaföldvár történelmébe ennek az itt áldozatul esett 5 fiatal embernek is a neve. Dr. Tóth Miklóssal beszélgetek egy készülő kötet kapcsán. Ennek a kötetnek mi a főszervező ereje? Hát a múltunk megismerése. Múltunk megismerése és emlékezés azokra, akikre ez a szomorú múlt még mond valamit napjainkban, illetve amit szeretnék az, hogy mondjon valamit. És egészen konkrétan milyen emlékről van szó? Hát az, hogy volt 1956, és a mi laktanyánkat, minden, az alvó ezredet felszólítás nélkül a szovjet csapatok, november 3-áról
negyedikére virradó hajnalon szétlőtték. Mi többen meghaltak, megsebesültek, és mi fogságba estünk. És ez az élmény, amit akkor én átéltem, ez hosszú-hosszú ideig engem meghatározó volt az életemben. Jó lehet, én szerencsésen túléltem, később életemre se volt ennek kihatása, de én úgy érzem, hogy azok, akik ennek kárvallottjai lettek, talán tartozom annyival, hogy róluk valamilyen formában Dunaföldvár is megemlékezzen. Mert ezzel az adóssággal Dunaföldvár részéről nem találkoztam, hogy erre törekvés lenne, hogy ezt legalább tisztába tegye, vagy emlékezzen azokra, akik ezt átélték akkor. Nézzük konkrétan a helyszínt, elhangzott, hogy a laktanya, melyik laktanyáról van szó, a Paks felé a magyar laktanya? Volt szovjet laktanya, amelyen több évtizedig utána szovjet katonák voltak. A mi alakulatunk az ismereteim szerint 50-től 56-ig volt ott egy légvédelmi tüzérezred. Tulajdonképpen egy fiatal laktanya, egy új laktanya volt az, és mondanám azt, hogy a tiszti állomány is itt még eléggé fiatal volt akkor. Tehát mondanám azt, hogy nem volt, talán Dunaföldváron sem volt annyira ismert még, mert hát azon kívül Földvár múltjához tartozik, hogy még volt itt egy honvéd folyami flotillának a aknakutató és osztálya, annak itt egy lőszeraktára volt, és volt egy AVH-nak a hidőrséget ellátó őrsége. Itt most pár percben nem lehet részletesen az egész ügyet feltárni, de azért a lényegét ragadjuk meg. Hány embert érintett, és mennyire volt tragikus ez az eset? Az ezrednek a létszáma, az összlétszám az olyan 800 fő volt, amelyben benne van egy olyan 180 fős tiszti és alkalmazotti állomány. A sorkatonai létszám az olyan 550 körüli lehetett. Na most, ami a szerencsénk volt, az, hogy ebbe az időbe ez az ezred különböző mozgósítva volt, és különböző helyeken látott el rendfenntartó feladatokat. Így többek között Dunaföldváron, mert hisz egy szakasz, amelyről a könyvben írok is, egy a 30-40 fő az itt volt Dunaföldváron, biztosította a közrendet, a hidőrséget. Ugyanerről tudok még, hogy Pakson is volt egy ilyen társaság, a többiekről nem, de a lényege az, hogy, és a másik az, hogy volt egy tartalékos, az akkori műegyetem tartalékos tiszti hallgatóinak, végzős tiszti hallgatóinak volt egy szakasza, akik itt kaptak egy könnyű légvédelmi tüzértiszti kiképzést, akik épp előtte való nap szereltek le. Tehát mondanám azt, hogy tulajdonképpen az épületek eléggé gyéren voltak, lakottak, de hát akik azt átérték azok, ugye, mert minden épületet azért ért valamilyen támadás, úgyhogy az ki hogyan mérte meg, azt maga tudja elmondani. Van erről statisztika, hogy hányan haltak meg? Hát a következő az én kutatásaim szerint, és itt engem megerősítettek a társaim, sőt, az ezred akkori törzsfőnöke elmondása, meg a saját szemrevételezésem alapján én 4-5 koporsóra emlékszem. Ugyanezt mondta az ezred törzsfőnöke beszélgetésünknél, hogy ő 5 koporsót rendelt másnap, és Kis Évának van egy érdekes emléke, a volt dunaföldvári temető gondnok szájából, aki ugyancsak 4-5 pokrócba csavart hulláról tud, akik napokig itt voltak a temető hullaházába. Ezen kívül voltak sebesültek, akiket én is láttam, mert őket miután összeszedtük, az ebédlő asztalára lettek elhelyezve, ők egy olyan 6-8, maximum 8-an lehettek. És a többieknek menekülniük kellett, vagy rabságba estek? Az a mi rabságunk, vagy hadifogságunk, ez egy érdekes történet.
Vélem az, hogy az akkori politikai iránynak is az volt a célja, hogy minél előbb konszolidálódjon a helyzet. Tehát óráról órára változott. Ez azt jelenti, hogy mivel én is vállalkoztam egy ilyen kis raj összeállt, akik a sebesülteket felkutatták a laktanya területén, illetve a körzetbe. Mire visszaértünk az ebédlőbe, már az ezred oda be volt terelve, akik. És ott tudatosítva lett mások elbeszéléséből, tudom, hogy mi hadifoglyok vagyunk, és aki szökni próbál, az főbelövés jár. Utána egy pár óra múlva már ez a parancs változott, és konszolidációnak jele az, hogy utána a tisztjektől nem vették el a fegyvereket, és utána már tulajdonképpen közös megbeszélés volt a támadó szovjet egység és a mi parancsnokaink között. Már a kommunikáció megkezdődött. Növényvédelmi tanácsadást tartottak Dunaföldvár határában. Évek óta nyár közepe tájékán dr. Szűrő János a szőlőültetvényen szakmai fórumot, szakmai bemutatót szervez a környékbeli gazdáknak, illetve az érdeklődőknek, ahol növényvédelmi szereket mutatnak be. Ez alkalommal idén kik vettek részt, kik voltak a meghívottak? A Bayer cég mellett részt vett a Jeli Kft., a Naturagro és a Fitorum Kft. Szintén a rendezésben. Hol hirdetétek ezt a fórumot, illetve milyen környékbeli gazdák, milyen távolságról érkeztek erre a napra? Hát gyakorlatilag Agya Téli rendezvénysorozatot ezt is meghívóban hirdettük, illetve kiment e-mailen a földvári, bölcskei, pakskörnyi gazdáknak is ez a rendezvény gyakorlatilag a meghívója, és hát nem csak innen a környékből, hanem vannak itt Bács-Kiskun megyéből, Fehér megyéből, Tolna megye déli részéről is, tehát sok felé eljöttek kíváncsiskorok. Az idei esztendő, legalábbis a tavasz, a nyár közepe meglehetősen csapadékos volt. Ez mit jelent a szőlők számára, illetve milyen beavatkozást igényel a szőlőművelés ebben a nyáron, illetve augusztus-szeptemberi hónapokra előrejelezve még? Érdekes a kérdés, hiszen gyakorlatilag a csapadék révén a szőlő mindent megkapott. Tehát egy jó gazda meg is tud neki adni, de viszont mindenféle kártevőt és mindenféle betegséget is megkap. Tehát ez a másik oldala. Tehát így ezek ellen fel kell készülni, ezek ellen otthon kell lenni és védekezni kell azért, hogy az ember a megfelelő termés az asztalra tudja tenni. Felsoroltál itt cégeket, akik ugye részt vettek ezen a bemutatón. Az innováció, a megújulás a növényvédelem terén milyen időn intervallumokban működik? Éveken belül vagy egy év alatt rögtön új termékek jönnek a piacra? Hát érdekes ez a megújulás, hogy itt az előadások során is hallottuk, hogy akár 40 éves termékek is visszajönnek, és azt mondták az előadó, hogy ez a termék nagyon jó volt, és ma is nagyon jó. Tehát van megújulás, de nem biztos, hogy le kell söpörni az asztalról mindenféle vegyszert, ami régen jó volt. Tehát igazából egy kicsit talán a gyártóknak is körül kell nézni, hogy volt nagyon jó termékünk ezelőtt 20-30 évvel, igenis azt is lehet újra gyártani, mert hasznos, és általában a védekezésben kitűnő. A szakmából kifolyólag nyilván azt is tudnunk kell, hogy a környezetvédők, a zöldek azért rendszeresen vitáznak veletek, illetve van egy ilyen fajta érdekegyeztetés, akár vita is, hogy hogyan tovább a növényvédelem a vegyszer területén. Ez a 21. század környékén hogy áll ez a vita? Hát igen, tudomásul kell vennünk azt, hogy vannak környezetvédők, teszik a dolgukat, nagyon jól is csinálják általában, de viszont vannak olyan betegségek, ami ellen a tömegtermelésnél nem lehet fölépni. A környezetvédő a maga kis házi kertjén meg tudja oldani, hogy most lefújom róla levegővel a kártevőt, vagy azt a bogarat, és akkor nincs rajta bogár. Vagy megfogom, és akkor kiszedem onnan, és kitűnem, megtettem a dolgomat. De mikor már 1000 tonnába kell elállítani ezt az élelmiszert a világ lakói számára, ami folyamatosan nő, akkor ez már nem olyan egyszerű, hogy most nekem a terményemnek 80%-a például kukacos. Ugye? Tehát itt tulajdonképpen valahogy meg kell találni az egyensúlyt, hogy igen, én akarok csinálni környezetbarát terméket a házi kertemben, és hát meg tudom oldani 6 tőke szőlőn, vagy mit tudom, egy gyümölcsfán,
de viszont ha nagy tömegű termelés van, igenis a hatékony vegyszereket meg kell találni, ami környezetkímélő természetesen, és nagyon hívei vagyunk mi a vegyszerezésben ennek. Arról is hírt kaptunk, hogy idén a szőlészetet bővítetted pár sorral. Ez azt jelenti, hogy van még a jövőben vehetett hit, bizalom, remény a magyar szőlészet borászat területén. Igen, ezt nagyon jól látod. Még nem is hagytam abba, tehát van még terület, amit lehet bővíteni. A családnak az elképzelése szerint, a divat szerint megpróbálom még néhány fajtát még betelepíteni, és hát szeretnénk a bor struktúrát és választékot is még bővíteni. És hát szerintem lesznek újabb fajták, biztos, és lesznek biztos nagyon jó fajták is. Természetesen a legutolsó kérdésünk a szőlészet borászathoz kötődik. Milyen bortermés várható az idén? Kicsit korai, de neked már van akkora rutinod, hogy így augusztus elején fel tudod mérni azt, hogy az eddigi időjárási viszonyoknak köszönhetően idei esztendően milyen bortermés várható? Hát ugye egy dolog még el kell mondanom, még ugye július vége van, meg kell őriznünk a szőlőnket, mindenkinek meg kell őrizni a szőlőjét betakarításig. Ez nagyon fontos dolog. Mert még egy dolog, a szürke rothadás hátra van. Mit tud tenni, nem tudom. Eddig viszont a minőségnek a jelei nagyon jók, tehát bízunk benne, hogy ha ez így megy ki, akkor a bor minősége is nagyon jó lesz. Ezen az Agrárfórumon bemutatón a cége milyen termékekkel jelent meg? Cégünk hagyományos növényvédelmi termékekkel jelent meg. Az itt bemutatott parcellán elsősorban gombaölőszerek szerepeltek, de cégünk rendelkezik gyomirtó meg rovarölőszerekkel szőlőben is, ami a napnak a témája volt, de egyéb kultúrákban is meghatározó szerepet tölt be a cég. Nyilván minden esztendőnek megvannak a maga klimatikus időjárási viszonyai, különösen a szőlőre vonatkozik ez. Az idei esztendő, noha a nyár közepén járunk, vagy ége felé járunk, mit jelentett a szőlő gazdák számára, illetve milyen beavatkozásokat igényelt? Hát azt szoktuk a szakmában mondani, hogy minden év más, és tulajdonképpen ez teszi szépé a szakmánkat. Az idei esztendő is eltér az elmúlt évektől. Elsősorban az jellemezte az idei évet, hogy a sok évi átlaghoz képest korábbi kitavaszodás volt. Korábban fakadtak a szőlők, igaz, hogy utána egy lehűléses vagy megtorpanási szakasz következett, de ezt a vegetáció további részében a szőlő behozta. Ez az idei időjárás is kedvezett a gomba betegségeknek, elsősorban a lisztharmatnak, de a májusi csapadékok miatt több helyen nagyon komolyan kellett venni a peronoszpóra elleni beavatkozásokat is. Ahhoz, hogy idén nagyon jól legyen a bortermés, milyen augusztusra, szeptemberre kell számítanunk? Hát ha a szőlészek tudnák szabályozni az időjárást, akkor nyilván az érés időszakában legnagyobb gondot okozó szürke rothadást szeretnék kivéteni. Másrészt ugye az időjárás, főleg a napfényes meleg időjárás jelentős mértékben hozzájárulhat a szőlő beltartalmi értékeinek a javításához, ezáltal a kiváló minőségi bor előállításához. Tehát ha választani lehetne szőlő szempontból, nyilván a meleg napsütéses hosszú vénasszonyok őszét kívánnák maguknak. A Holler UFC U7-es korosztályának munkájának értékelésére kértük az edzőt. Taba Gábor az U7-es korosztály edzője. Mint látjuk, a picikék nyáron sem pihennek. Rövid szünet volt nálatok is, gondolom. Miből áll a nyári edzésprogram, edzésterv? Hát a nyári edzésterv nem sokban változott az évközihez képest. Egy ilyen sportszakkör jellegű edzéseket tartunk. Igazából a társas játék és a labda szeretete a lényeg, és ezt próbáljuk, ezekbe próbálunk becsapni egy ilyen kis focis gyakorlatokat igazából, amivel a labda ügyességet sajátítják el a gyerekek. Tavasz óta együtt van ez a gárda. Hány fős a keret? 10-11-2 fő a teljes létszám, általában ilyen 8-9 fő, ha összejön, az már jónak számít, és igazából ez állandó is szokott lenni. A legfiatalabb korosztályt hogy szoktátok összetoborozni? Iskolákat, óvodákat jártok? Igen, van ilyen OVI program nevezetű
dolog. A helyi óvodákat járjuk hetente egyszer, és ott a szünetben az udvaron tartunk ilyen játékos foglalkozásokat, az ügyesebbeket kiválasztjuk, szólunk a szüleiknek, hogyha gondolják, akkor hozzák edzésre, és a Bozsik program keretén belül szoktunk még az óvodásoknak szervezni. Amikor itt több korosztály játszik hétvégén, akkor az óvodásokat is kihozzuk, megnézik, hogy zajlik egy ilyen, tetszik nekik, sok az ember, sok a játék, mezbe vannak, egyenszerelés, az nagyon tetszik nekik, sok labda, és próbáljuk velük így megszerettetni ezt a játékot. Tehát inkább a szoktatás az a célja ennek a korosztálynak. Azért ilyen 6-7-8 év körül kiderül az, hogy kik azok, akik tehetségesebbek, tehát például a gömbérzéket lemérhető ezeken a játékos foglalkozásokon? Igen, lemérhető, kik az ügyesebbek, jobban vezetik a labdát, bátrabban cseleznek, nagyobbakat rúgnak, szóval ilyenkor azért már látszik a mozgásukon is, hogy milyen a mozgás koordinációjuk, hogyan kerülik a bolyát, könnyedén veszik, van, aki nem is néz oda, úgy kerüli a bolyákat, illetve csinálja a mozgás koordinációs gyakorlatokat, és van, akit még tanítgatni kell, hogy melyik lábát tegye előre, és hova lépjen. Úgyhogy... de ezeket lehet fejleszteni gyakorlások. A legfiatalabb korosztályról van szó, nyilván eléggé érzékenyek esetleg a kudarcot vagy a sikert másképp élik át, mint a nagyobb gyerekek? Igen, van sértődés, bánat, mellé rúgja, akkor rossz kedve lesz egész edzésen, van, aki végig sírta az edzést, olyan is volt, de bátorítani kell őket és biztatni, és nagyon fontos a dicséret. Szóval nagyon sokat kell dicsérni, majdnem jó, ez az, szép volt, nagyon sokat számít a dicséret. Hallottuk, hogy ti is szerveztek nyári edzőtábort a kicsiknek. Hol lesz ez, és mi a program? Hát a helyi strandon fogjuk ezt tartani. 8 óra körül lesz gyülekező, reggeli, utána ki a strand, pancsolás, kismedence, ott van homok, különböző játékos gyakorlatok. Ha nagyon meleg van, akkor esetleg itt a öltözőben lehetőség van Xboxozni esetleg. Hát sok ilyen játékos feladat lesz. Gondolom, a labda azért itt is főszerepet játszik. Ilyen a labda, az fontos dolog lesz itt is. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy Földvár Mozaik című adásunk után a Légy Ma Gyerek című sorozatunk folytatódik. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető internetes oldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!